Stúdiónk vendége Ilán Mor, Izrael állam budapesti nagykövete. Üdvözlöm, nagykövet úr. Jó napot kívánok. Nagykövet úr, 25 esztendeje, hogy Izrael Magyarországról újra fölvette a diplomáciai kapcsolatokat, erről kérdezném. Én Mr. Klim, 25 éve hol? Ha visszanézünk az elmúlt 25 esztendőre, akkor mindkét fél büszke lehet az elért eredményekre. Az elmúlt 25 esztendő alatt minden olyan szerződést, amit két baráti ország aláírhat, a gazdaság, a kultúra, az oktatás, szinte minden területén aláírtuk. Az elmúlt 25 esztendő alatt a két ország lakossága megismerte egymást. Én ezt látom a legfontosabbnak. Mit vár az elkövetkezendő évektől? Nem szabad karbatett kézzel ülni, hanem tovább kell fejleszteni a már meglévő együttműködéseket. Én magam a nagykövetség minden munkatársával minden nap, minden órában azon vagyok, hogy ezek még szorosabbak legyenek. Különleges figyelmet szeretnék szentelni az innovációnak. Ezek most a legfontosabb feladatok. כדי לקדם את שמה של מדינת ישראל וכדי לטפח את הידידות של העם ההונגרי כלפי מדינת ישראל. Magyarország az Európai Unió tagja. Izrael államának több európai országgal vannak vitatott kérdései. Mit vár Magyarországtól, miben tudnak segíteni önöknek? Nahon a jeszim ben Israel la ichud Európai, ke ichud. Az Európai Unióval való kapcsolataink néha nagyon bonyolultak, de az egyes tagállamokkal külön-külön kiváló viszonyt ápolunk. Szeretném kiemelni, hogy Magyarországgal az Európai Unión keresztül is kiváló kapcsolataink vannak. Tulajdonképpen az EU-izraeli kapcsolatok barátiak, még akkor is, ha időnként nem mindenben értünk egyet. Viták azonban a legjobb barátságban lévő országok között is előfordulnak. Magyarország pontosan tisztában van azzal, hogy Izraelnek milyen erőforrásai és lehetőségei vannak az uniós kutatási tervek megvalósításában. Legfőképpen a 2020-as kutatási programokra gondolok, amelyben Budapest részben kiállt Izrael mellett a brüsszeli technokratákkal szemben, akik csak különböző feltételekkel voltak hajlandók aláírni a szerződést. Ungária behlet ciga emda nechona bainan az esen keser ben a dvarim. Kultúra. Úgy gondolom, hogy kultúra nélkül nincs élet. Vannak sikeres izraeli-magyar diákcsere programjaink. Említhetném itt rögtön a Budapesti Zeneakadémiát, ahol jövő héten közös koncertet adnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Jeruzsálemi Héber Egyetem Rubin Zeneakadémiájának diákjai. Az izraeli diákok ezekben a napokban továbbképzésen vesznek részt a budapesti társintézményben, ahogy korábban a pesti diákok voltak mesterkurzusokon az izraeli fővárosban. Szerintem az ilyen együttműködések a legfontosabbak a két ország között, hiszen itt emberek, fiatalok, diákok találkoznak egymással. Ilyenkor elmúlik a félelem, megszűnnek a sztereotípiák, megismerik egymást a diákok, szimpatikussá válnak egymás szemében. A közös munkában, a muzsikában igazi barátságok szövődnek. Egyébként ez a koncert hallható lesz Budapesten kívül Pécsett is. Fontosnak tartom, hogy Izrael ne csak a fővárosban, hanem szerte Magyarországon be tudjon mutatkozni. A pécsi koncertre szeretettel várjuk a közönséget. Ez az előadás ingyenes lesz, a koncertet Páva Zsolt polgármester úrral együtt fogjuk megnyitni. Egyébként ez a program a nagykövetség életében is fontos határkő lesz, hiszen végre egy vidéki városba is elvihetjük az izraeli kultúrát. A 70. évforduló alkalmával Izrael állama és Izrael állam nagykövetsége aktívan részt vesz a megemlékezéseken. Milyen feladatokat vállalt magára a nagykövet? Bár igyekszem a legtöbb eseményen részt venni, azt gondolom, hogy itt nem az én személyem, vagy a politikusok, vagy a magyarországi zsidók jelenléte a fontos, hanem mindenkié, a teljes magyar népé, és nem csak a fővárosban, hanem az ország minden településén. Fontos, hogy most az évforduló alkalmából egyre többen ismerjék meg a 70 évvel ezelőtt történteket, hogy így az emberek egymásra tudjanak találni. Arra szeretném biztatni a Kossuth Rádió hallgatói, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg ezeken a holokauszt megemlékezéseken, hiszen fontos, hogy minden magyar tisztában legyen azzal, hogy mi is történt valójában. Fontos, hogy megismerjék a történelmet, emlékezzenek azokra a magyar állampolgárokra, akik életükkel fizettek azért, mert zsidónak születtek.
Nagykövet úr, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és bízunk benne, hogy hamarosan viszont láthatjuk stúdiónkba. Én köszönöm, szép napot!